párkapcsolati bizalmatlanság. Bűnök a házasság méltósága ellen. Bár a partner iránti bizalom kinek-kinek mást jelent, kiszámíthatóságot, szavahihetőséget, őszinteséget, hűséget, lényege az érzelmi biztonság. Míg a szerelem vagy a szexuális izgalom idővel elhalványulhat, a bizalom ideális esetben maradandó tényező. Amíg bizalmunk töretlen, minden rendben. Egy tehetős házaspár elhatározta, hogy sofőrt alkalmaz. A ház úrnője újsághirdetést adott fel, s a beérkezett pályázatok átrostálása után a négy leginkább megfelelőnek tetsző jelentkezőt személyes beszélgetésre invitálták a végső kiválasztáshoz. Az asszony sorra felhívta az illetőket az erkélyére, és a kocsi bejáró melletti téglafalra mutatott. Milyen közel tudna hajtani ahhoz a falhoz, anélkül, hogy összekarcolná a limuzint? Az első jelölt azt felelte, egy arasznyira. A második úgy vélte, 15 centiméterre. A harmadik azt gondolta, neki 10 centi is elég. Őszintén szólva nem tudom, milyen közel tudnék menni a falhoz, hogy kárt ne tegyek a kocsijukban, válaszolta a negyedik. Viszont kötelességemnek tekintem, hogy minél távolabb tartsam a faltól és minden más-más szemétől. Ő kapta meg az állást, mert megértette, a vezetés igazi mércéje nem az, hogy milyen közel tudja kormányozni az autót a veszélyhez, hanem hogy mennyire képes attól, minél távolabb maradni, biztonságról gondoskodni. Veszély esetén általában a biztonságra törekvés a legbölcsebb megoldás. Különösen érvényes ez a házasságra. Komolyan hiszem, hogy a férfi vagy nő, aki házasságot, családot, barátságokat, állást és karriert kockára téve az érzéki vágyak tüzével játszik. Legalábbis idiótán cselekszik. Úgy tűnik, nem állok egyedül véleményemmel, mert valahányszor az udvarlásról tartok tanfolyamot, ennél a pontnál sok jelenlévő férj és feleség lelkes helyesléssel bólogat, s az előadás végeztével sokan hangot is adnak érzéseiknek. A csak semmi idiótaság talán nem a legemelkedettebb módja a figyelem felkeltésének, de úgy gondoltam, aki ezt a címet meglátja, tüstént érdeklődni kezd az utána következő fejezet iránt. Megkísérelhettem volna persze finomabb módon is megragadni az olvasó figyelmét, de a soron következő téma annyira kritikus az esküvő utáni udvarlás szempontjából, hogy mindenképpen biztosítani akartam magamnak az osztatlan figyelmet. Boldog-e Rómeó? Jó néhány évvel ezelőtt rövid ideig együtt dolgoztam egy férfival, aki a világ minden szívtipróján túltett. Hallottam hozzá hasonlókról, akik minden városban barátnőt tartanak. Nekik minden sarkon akadt egy. Érdekes, hogy nem volt különösebben jóképű, bár rossz külsejű sem. Értette a módját, hogy fesztelen légkört teremtsen maga körül. Férfi vagy nő egyaránt fontosnak érezhette magát a közelében. Olyan benyomást tudott kelteni az illetőben, mintha neki senki más nem számítana rajta kívül. És ezzel levette a lábáról. Főként a nőknél érvényesült így, s lehengerlő modorát arra használta, hogy tömegével csavarja el a fejüket. Mondanom sem kell, nem sokáig bírta ki a cégünknél, aztán sok évre elveszítettem szem elől. Egyszer késő este vidéki kiruccanásról tértem haza akkori lakhelyemre a dél-karolinai Kolumbiába, és beugrottam valahová egy csésze forró kávéra. A kis étterembe lépve kurjantást hallottam, ide-ide zég! Rómeó volt az, füligérő szájjal közeledett hozzám. Mi újság, öregem, érdeklődtem. Most persze azt akarod tudni, hogy áll a szerelmi életem, jelentette ki váratlanul. Igazság szerint nem ez járt a fejemben, de ha már így alakult, bólintottam. Nem erre gondoltam ugyan, de tényleg hogy áll? Képzeld, felelte széles mosollyal. Megismerkedtem egy elhanyagolt kis asszonykával az északi városrészből, a férje egy utolsó csirkefogó. Rongy ember, tutyi-mutyi, mi haszna semmire kellő. Egy szó mint száz, feleségül vettem a nőt, és az életem egy csapásra megváltozott. Soha semmi nem okozott még ennyi örömet és izgalmat. Öregem, csodás dolog az élet. Nyilván döbbent képet vághattam. Ismerem a hölgyet, kérdeztem. Persze, már találkoztál vele. Na és mitől ez az életformaváltás? Tudod, komolyodott el. Felfedeztem, ha szépen bánok vele, kedvesen beszélek hozzá, teljes figyelmemet neki szentelem, mindent megteszek érte, épp olyan körültekintően, megfontoltan és jóságosan viszonyulok hozzá, mint azelőtt a többiekhez, akkor a világ legszebb, legszeretőbb szívű, legokosabb, legjobb, legfigyelmesebb, legszenvedélyesebb asszonyát tudhatom a magaménak. Mennyire bánom már, hogy nem jöttem rá erre sokkal hamarabb, de figyelj csak meg! Most majd mindent bepotolok. Vigyorodott el ismét. Megtanulta, hogy nincs értelme idiótáskodni.
Az ő tapasztalataiból mi is tanulhatunk. Barátunk a gyönyört kereste, és ez kis híján a boldogságába került. Meggyőződésem, hogy férjek és feleségek ezrei, talán milliói szereztek hasonló élményeket. A vágy tüze felmelegít, vagy megéget. Igazi élvezet egy zimankos téli estén, vagy nyálkás, undorító őszi napon a jó meleg kályha előtt üldögélni. Kevés olyan kellemes dolgot tudok elképzelni, mint egy jó könyvvel a tűz mellé telepedni, vagy Piroska kezét fogva a kandallóban ropogó, szikrát szóró parazsat figyelni. Sok szempontból a szex is olyan, mint a tűz, csak sokkal izgatóbb. A szex a házasságban és a tűz a kályhában, vagyis mindegyik a maga helyén, meleget és örömet ad, maradéktalanul kellemes. Ám ha a láng kicsap onnét, ahová szánták, a szex a hitvesi ágyon kívülre terjed, akkor minket is megéget, és elképzelhetetlen pusztítást visz véghez. A nemiséghez való megfelelő hozzáállás nélkül nehéz, hanem éppen lehetetlen, felhőtlen kapcsolatot kiépíteni. Minden jel arra val, hogy a házasságon kívüli szexuális viszony is éget. Pusztítása nyomán életek és házasságok mennek füstbe. Radikális megközelítés. Néhány évvel ezelőtt egy texasi képeslap riportere meginterjú volt, és megkérdezte, nem szoktam-e ebédelni vinni a titkárnőmet. Természetesen nem. Miért olyan természetes ez? Rökönyödött meg az újságíró. Megmagyaráztam, hogy több okot is említhetek. Először is jelentettem ki, az égvilágon semmi olyan megbeszélni valónk nincs, amit ne lehetne sokkal kényelmesebben elrendezni az irodában, nyitott ajtó mellett. Másodszor a titkárnőm, aki ma már az ügyviteli helyettesem, rendkívül éleseszű hölgy, és nem fogadna el ebéd meghívást. Harmadszor egyesek rossz szemmel néznék az e fajta viselkedést, s mivel ügyelnem kell a példamutatásra, nem tehetem ki magam készakarva ilyesféle bírálgatásnak. Hangsúlyoztam továbbá, hogy a felsorolt három okkal Piroska is egyetért. Nyilvánvalóan nem kizárt ugyanis, hogyha egyszer elviszem ebédelni a titkárnőmet, esetleg máskor is kedvem szottyan erre, és az ilyen kapcsolatból csak is baj származhat, méghozzá nagy baj. Az elmondottak alátámasztásául megjegyeztem, hogy az összes válás 50%-át olyan férfi vagy nő idézi elő, aki munkája során találkozik a másik nem képviselőjével, és vonzalom ébred benne iránta. Ezen esetek 70%-ában az érintettek vagy ugyanazon az osztályon dolgoznak, vagy egymáshoz szoros közelségben. Röviden tehát, egy ilyen titkárnős munkaebéddel semmit sem nyerhetek, és mindent elveszíthetek. A lényeg, vagy barátom és munkatársam Jim Savage szavajárásával a dolog veleje a következő. Valójában azért nem viszek el a feleségemen kívül semmiféle hölgyet ebédelni, mert túlságosan szeretem a nejemet, sem hogy egyetlen kellemetlen pillanatot szerezzek neki, vagy a leghalványabb lehetőséget is megengedjem, hogy bármikor, bárhol, bármiféle nőhöz fűződő kapcsolatom ártson a házasságunknak. Csak barátság. Szilárd meggyőződésem, hogy a legtöbb ember maga sem gondolja komolyan, amikor azt állítja, hogy ő meg az a más nemű illető, csak barátok. Egyes esetekben persze igaz lehet, és sok kapcsolat kezdetére bizonyára érvényes is. Idővel azonban ez az ellenkező neműek közötti barátság az esetek elsöprő többségében valami többé változik. Először az intelligencia vagy a szakmai hozzáértés alapján álló kölcsönös tisztelet alakul ki, majd fokozatosan mind kitárulkozóbbá és meghittebbé válik a viszony. Elkezdünk bizalmas értesüléseket átadni egymásnak, beszélgetésünk egyre inkább intimebb területekre kalandozik, véletlen egybeeséseket, hasonlóságokat fedezünk fel, ez egyenesen visz tovább a házastársunktól elválasztó különbségek felismeréséhez, s lassanként úgy tűnik, hogy újdonsült érdeklődésünk tárgyával mindenben egyetértünk férjünkkel, illetve feleségünkkel viszont semmiben. A másik fizikai vonzereje miatt, vagy mert annyira összeillünk, egyszer csak működésbe kezdenek azok a fránya hormonok, és az esetek nagy részében bekövetkezik az elkerülhetetlen. Bár soha nem akartuk, megtörténik a dolog. A tagadása nyilvánvaló el nem ismerése. A kezdetben tagadott vonzalmak legtöbbje katasztrofális eredményekkel jár. Pillantásunk a kelleténél 10 másodperccel hosszabb időre találkozik. Szembe találkozunk a folyosón, és kiki jól megnézi magának a másikat. Véletlenül összefutunk a parkolóban vagy a kávézóban, üdvözléskor vagy valami iratátadásakor egy másodperccel tovább érintjük egymás kezét. Mindez és még sok más jel olyan piros zászló, amelyet nem szabad nem észrevennünk.
a tagadás a nyilvánvaló el nem ismerése. Akinek van annyi magához való esze, hogy kiplakatírozott útmutatás nélkül is kitaláljon egy telefonfülkéből, az általában azt is látja, ha két ember vonzódik egymáshoz. Ha ez a helyzet, fölösleges tagadnunk. Inkább A. Őszintén valljuk be magunknak, hogy mi történt. B. Jusson eszünkbe házassági fogadalmunk. Azután C. Emlékeztessük magunkat a bizonyított tényre, miszerint nem létezik ártatlan kaland. Találékony hűség. Ahelyett, hogy a nem nagy dolog mentsége mögé bújnánk, legyen merszünk abban a pillanatban vállalni az erkölcsi felelősséget, amikor felismerjük a veszélyt. Húzzuk be a féket, tolassunk vissza, és gondosan kerüljünk minden szükségtelen megnyilvánulást, amely rossz irányba térítene. Fontos, hogy időben megállt parancsoljunk magunknak, mert Dr. Willard F. Harley orvos-pszichológus szerint a szerelmi viszony gyakran alattomos módon fejlődik ki. Sokszor az ellenkező neműek hosszú távú munkakapcsolatából, méghozzá nem egyszer azért, mert félreértelmezzük az elkötelezettség fogalmát. Ez utóbbit a neves szakember így magyarázza. Nem elég egyszerűen kijelenteni a feleségünknek, hogy a tiéd vagyok, drágám, hanem azt kell ígérnünk, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy gondoskodjam rólad, és kielégítsem a szükségleteidet. A házasságban a kötelezettségvállalás igazi célja az, hogy a párunk soha ne kívánjon valamiféle kalandba bocsátkozni. Jane Lance egy lépéssel tovább viszi ezt az elgondolást a találékony hűség fogalmának bevezetésével. A hűség a házasságon belül jóval több a vágyakra vetett kötőféknél, szögezi le. A hűségesség cselekvő magatartás, nem csupán tartózkodás a házasságtöréstől. Kitartást jelent az esküvőn tett fogadalmunk mellett házastársunkra való állandó összpontosítást, folytonos törekvést arra, hogy a másik jó létét, jó közérzetét biztosítsuk, és őszinte nyílt kommunikációt folytassunk vele. Ellen számára a találékony hűség hitet tesz házastársunk szabadsága, érettsége és gyarapodása mellett. Bizalom nélkül nincs boldogság. A hitvesi hűség fontosságát hozzá alá Stephen Covey cikke a Vezetői Kiválóság 1988. januári számában. A szerző az oregoni partvidék egy gyönyörű üdülőhelyén vezetett tanfolyamot, amikor egyik férfi hallgatója négy szem közti beszélgetést kért tőle. Nézze meg ezt a káprázatos tájat, kezdte az illető. Isten, ilyen érezhetném magam, mégsem élvezettel jövök az ilyen kurzusokra. Covey felfigyelt. Az okokat firtató kérdésére a következő választ kapta. Csak arra tudok gondolni, hogy este felhív a feleségem és jól lehord. Valahányszor elutazom, kínvallatásnak vet alá. Kivel reggeliztem, miről volt szó, mit csináltam a hivatalos program után? Kivel mentem szórakozni? Ahogy faggat a hangján érződik, hogy legszívesebben minden szavamat ellenőriztetné. A cikkíró tovább diskurált az úriemberrel, aki végül érdekes részletet fedett fel előtte. Nyilvánvalóan pontosan tudja, mit kell kérdeznie, mosolygott félszegen. Mert épp egy ilyen kiruccanáson ismerkedtem meg vele, akkor még egy másik nő férjeként. Látom, ön a hip-hop megoldások híve, vélte Kaui. Hogy érti ezt? Hiába akarja egyszerűen kibeszélni magából azt a problémát, amelybe a saját viselkedése miatt került. Ha szeretné megváltoztatni a felesége hozzáállását és elnyerni a bizalmát, akkor egyfajta érzelmi bankszámlát kell nyitnia nála, magyarázta a férfinak. Szépen gyarapítgassa a betétjét, és ne számítson gyors sikerre. Ezer is egy betét kell ahhoz, hogy észrevehető változást érjen el. Kifejtette, hogy betétjét előzékenységgel és kedvességgel, őszinteséggel és kötelezettségvállalással hízlalhatja. Apasztja viszont a számlát az udvariatlanság, tiszteletlenség, fenyegetés és ingerlékenység. A kapcsolat fesztelen és bizalmas jellegét egyaránt erősíti mindaz a kedves, figyelmes és őszinte megnyilvánulás, amely azt sugározza, bízhatsz bennem, mert szavahihető vagyok. Fenntartás nélküli bizalom azonban minden valószínűség szerint csak hosszú idő alatt érhető el. Ez az asszony jól tudja, hogyan viszonyul és bánik a férje más nőkkel, hiszen valamikor ő volt számára a másik nő. Ugye érdekes lenne kideríteni, miképpen alakult volna eme férfiú boldogsága, ha első feleségének is olyan lelkesen és hűségesen udvarolt volna, mint a másodiknak. Bizony a házasság kötelékét alig, hanem a házasságtörés vágja szét a legkegyetlenebbül. Hűség és boldogság.
Csak ugyanolyan fontos a boldogsághoz a hűség. Sok éve már, hogy járom az országot, és mondom a magamét személyiségfejlesztő tanfolyamaimon. Ezen idő alatt olyan örömökben, kiváltságokban és ismertségekben részesülhettem, amelyek keveseknek adatnak meg. Az Egyesült Államok két elnöke, szenátorok, kongresszusi képviselők, kormányzók és hadügyminiszter társaságában emelkedhettem szólásra. Barátaim közé számíthatok néhány olyan személyiséget, akik több mint 1 milliárd dollárral rendelkezik. Egyaránt forgolódtam sportoló szupersztárok, a szórakoztatóipar nagyságai és átlagemberek között. Soha egyetlen boldog házasságban élő embert sem ismertem, aki ne lett volna 100%-ig hűséges a párjához. Üzletkötőként viszont 14 esztendőn át jártam olyan otthonokban is, ahol a padló résein a szószoros értelmében a puszta földre láttam. A tetőn pedig beköszöntek a csillagok. Érintkezésbe kerültem hazám valamennyi társadalmi, gazdasági rétegével, faji, etnikai és vallási csoportjával. E rengeteg tapasztalatot kínáló idő alatt soha egyetlen emberrel sem találkoztam, aki boldog házasságban élt, és ne lett volna 100%-ig hűséges a párjához. Ennyi. Nem prédikálni, erénycsőzködni akarok, csupán azt próbálom megmagyarázni, hogyha házas emberként boldogságra vágyunk, nincs más választásunk, mint a legteljesebb hűség. Pont és új bekezdés. Paul Johnson a következőképpen fogalmazza meg ezt az amerikai hírmondó hasábjain. Maga az igazság az egyetlen értelmes tanács, és 8 szóban foglalható össze. Önmegtartóztatás a házasság előtt, hűség az esküvő után. Ha erre valaki azt kérdezi, hogy miért bocsátkoznak mégis olyan sokan házasságtörő viszonyba, a válaszom az, hogy legtöbbjük megzavarodott. Haladjunk tovább. Élvhajházat vagy boldogságra törekvés. Az életre szóló elégedettséget és boldogságot adó házasság kiépítéséhez meg kell értenünk az élvezet és a boldogság közötti különbséget. Ez a megkülönböztetés azért sorsdöntő, mert napjaink gyönyörkereső világában hova tovább a puszta élvezet válik istenünké, mindennél fontosabb végcélunká. Mi hát a különbség élvezet és boldogság között? Nos, az előbbi igencsak múlandó, míg az utóbbi hosszabban tartó. Az élvezet olyan cselekvés, amelyben elmerülünk, a boldogság létezési mód. Az élvezet gyönyör, öröm, kéj, kielégülés, hamar elillanó, könnyű mámor. Vágyaink, kívánságaink, óhajaink gyakran érzéki kielégülésben öltenek testet, amit élvezetnek nevezünk. A boldogság jó közérzet, hálatelt, szerencsés, áldott, virágzó állapot, üdvösség. A testi, lelki, anyagi és szellemi jóléthez társuló megelégedettség örömteli érzése. Emelkedett, átszellemült élvezet, amely a legtisztább szeretetből fakad. Röviden tehát a boldogság az élvezetnél jóval mélyebb és tartósabb érzés. Mindazonáltal hangsúlyozni szeretném, hogy az életben sokféle élvezet okozhat rendkívüli örömet, és ez alól e sorok írója sem kivétel. Ami azt illeti meggyőződésem, hogy senki sem lelhet igazi boldogságot, amíg útja során valami élvezettel nem találkozott. Mielőtt bármiféle élvezetbe merülnénk, fel kell tennünk magunknak 3 nagyon fontos kérdést. 1. Ismételhetem-e ezt az élvezetet a végtelenségig, és eközben lehetek-e boldog? Első példa. Imádom a nyalánkságot, képes lennék elfogyasztani naponta 3 desszertet januártól decemberig a hét minden napján, s a főétkezések között is elmajszolnék valami édességet. Ez a tevékenység kétségkívül komoly örömet szerezne nekem. Csak azt nem tudom, mennyire érezném boldognak magam 220 kilósan. Második példa. Nem egyszer hallottam, hogy a kokain újabban elterjedt formája, a crack, hihetetlen élvezetet nyújt. Mindenkit biztosíthatok azonban, hogy a kokain ismételt fogyasztása, akár új, akár régi módi változatban, lerontja az agy dopamin és noradrenalin termelő kapacitását. E 2 természetes vegyület híján képtelenné válunk öröm, élvezet, boldogság átélésére. A sors gonosz fintora, hogy a boldogságra vágyó kokainfogyasztók menthetetlenül megfosztják magukat a boldogságtól. Térjünk vissza az eredeti kérdéshez. Ismételhetem-e ezt az élvezetet a végtelenségig, és eközben lehetek-e boldog? Amennyiben nemmel válaszolunk, kéretik rendkívüli óvatossággal közelíteni a gyönyörkereséshez. 2. Készséggel tudatom-e párommal, hogy átadtam magam ennek az élvezetnek?
A házasságtörő viszony nemleges választ eredményez, és ez a válasz számos házasság fennmaradását segíti elő. A feltűnően baráti kapcsolatok jóval a házasságtörés bekövetkezése előtt már csírájukban elfolythatók, ha feltesszük a kérdést, készséggel tudatom-e párommal, hogy 45 percet szántam a más nemű munkatársammal kettesben elköltött ebédre, melynek során tanácsot adtam neki személyes problémáira. Készséggel tudatom-e párommal, hogy ma már délben leléptem a munkahelyemről a brancsal, hogy beugorjunk a sarki gödörbe egy kicsit dumcsizni és bedobni egy-két pohárral. A szokásunká válik, hogy a cselekvést megelőzően felelni próbáljunk erre a kérdésre, rengeteg esemény utáni fejfájástól és bánattól kímélhetjük meg magunkat. Harmadik, nem megy ez az élvezet valaki más boldogságának a rovására? Amennyiben a válasz igen, akkor egyszerűen tartózkodjunk ettől az élvezettől. Ha minden szabadidőnket a cimborákkal vagy a golfpályán, vadászaton, horgászással, munkával töltjük, azt talán hoz némi élvezetet, de hol marad a családi boldogság? Egy munkatársam egyszer veszni hagyott a Dallas Cowboys, Washington Redskins amerikai futballrangadóra szóló két középtribünjegyet, hogy lássa a gyerekét fellépni egy passiójátékban. Az izgalmas bajnoki meccs elmulasztott élvezetét határozottan elhomályosította a kisfiú szemében tükröződő boldog tudat, hogy ő ennyire fontos az apukájának. Ha a cégünk nyereségének 99%-át a magánbank számlámra utaltatnám, akkor megengedhetnék magamnak bizonyos élvezeteket. Ugyanakkor azonban korlátoznám a vállalat fejlődését és küldetésünk teljesítését. Képtelenség mások nyomorúságára építeni a boldogságunkat. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot. Reméljük hasznosnak találtad, és visszavárunk csatornánkon hetente készülő újabb hanganyagokkal.